Faragnábbi tiszteletes említett egyszer olyat, hogy Bagácson, hogy valami öreg zenészek élnének. Voltak bagácsiak, de nem voltak jók, csak száz stílusban muzsikáltak. Na Bagácson nagyon sok százok voltak, az tiszta száz falu volt. Volt Márton bácsi, Ferenc brácsos, édesapám adott neki el, vagy két brácsot. Öreg ember volt, egy olyan 60-60, itt akkor, amikor ismertem, voltam egy olyan 20-22 éves. Akkor volt az apja, Márton bácsi, volt a sógor, az Feri bácsi volt, az Primás volt, akkor volt az a Gyuri Gordonos, ennek a Lekinek az apja, ez még él Leki. Ez is van egy olyan 60-60 most. És ez milyen hangszerűen? Primás. És ott Bagácson lakik? Igen, ott lakik. És egyedül van, vagy van ott más? Van három fiú. Hát ugye? Azok biztos tudnak valamilyen hangszeren. A dobos, orga, dobos, gitár. Uh-huh. Orgona, de a vén Primás. Százszor olyan szépen tud muzsikálni, annyi valszereket, annyi polkákat, jaj, sok helyen. Akkor az még most is tud muzsikálni, nem? Tud muzsikálni, de ma hány éve egy hívő lett? Ma van vagy tíz, ugye? Van. És akkor azóta nem veszi a kezdeni? Nem jár muzsikálni, de van hegedi, otthon van, fel van okoshoz. Például, ha oda elmegyünk hozzá, akkor rá lehet venni, hogy muzsikáljon egy kicsit? Hát, hogy ne, az elveszi. Uh-huh.